És a telefonnál itt van velünk dr. Sándor Zsuzsa, volt bíró. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És ön vette a fáradtságot, és végignézte azt, hogy Orbán, az orbáni rendszer mire használta föl a vészhelyzetet, mármint a jogalkotás területén, mert a pénzbehajtás területén az egy különböző érdekes feladat lenne. Most nagyon spoilerezzünk, és kezdjük a vége felől, hogy lehet-e összesíteni, hogy nyilván a vészhelyzet, az egészségügyi veszélyhelyzet és a többi, ahogy ezt éppen nevezték, az a járvány miatt volt, és nyilván szükséges ilyenkor időnként gyorsan döntéseket hozni. Szóval mennyire olyan döntések, jogszabályok születtek, amelyekre tényleg szükség volt, hogy mennyire használták ki, hogy elintézenek gyorsan ennek körbe alatt pár dolgot, lehet-e így az arányokat megmondani? Hát arányokat mondani nagyon nehéz, mert ugye az evidens, hogy akár az egészségügyi válsághelyzet, akár a veszélyhelyzet alatt rengeteg jogszabályt kellett hozni, ami a pandémiának a napi életét szabályozta. De eközben legalább ennyi, ha nem több olyan jogszabály is megszületett, amelyeknek semmi köze nincs a válsághoz, és semmi köze nincsen a járványhoz. Tehát csak kihasználták, hogy most azt lehet mondani, hogy vészhelyzet és elintéztek valamit. Hát tulajdonképpen egyrészt kihasználták, másrészt pedig ugye a parlament azért működött, tehát ha formál logika szerint nézzük, akkor a törvényhozás, tehát maga a parlament hozott és módosított törvényeket, de az kétségtelen, hogy ez alatt a rettenetesen nehéz időszak alatt sok mindennel foglalkoztak, csak éppen nem azokkal az emberekkel, akik veszélyben voltak, akik elvesztették a munkájukat, elvesztették a megélhetésüket, és akár a hosszabb távon a jövőjüket is. Hát mondjuk egyszerűbb az önkormányzatokat csuklóztatni, mint megoldani azt a gazdasági válságot, amelyet a koronavírus okoz. Hát ez kétségtelen. Tehát azt kell mondjam, hogy ami gyakorlatilag a szinte minden embert érint, az az önkormányzatoknak a teljes kifosztása. Olyan szabályokat hoztak, amelyek egyfelől megtiltják az önkormányzatnak, hogy hitelt vegyen fel, megtiltják azt, hogy adót emeljen, hogy a szolgáltatások árát emelje, miközben elveszik a bevételeiket, kezdve a parkolási díjtól, és folytatva most ugye az év végén hirtelen az iparűzési adó felének felére való megcsapolásáig, tehát csupa olyan szabályt, amely az önkormányzatokat gyakorlatilag anyagilag lehetetlen helyzetbe hozza. Hát igen, és ez annyival bonyolultabb, hogy ugyan minden önkormányzatot normatív módon nehéz helyzetbe hoz, de a fideszes önkormányzatokat közben meg mégsem, mert ők visszakapják valahogyan a pénzt, amit elvesznek tőlük. Hát először is azt kell mondjam, hogy ennek csak egy része az, ami úgymond normatív jogszabály, tehát hogy azt hiszem 2500 lakos alatti önkormányzatokat támogatják. 25 ezer alatt azt hiszem, de mondjuk mindegy. 25 ezer, bocsánat, a számokkal mindig bajba vagyok. De a szám eleje jó, hogy egy kicsi nullát hozzáteszünk. És viszont az, hogy azt mondják, hogy a nagyobb önkormányzatok, tehát a 25 ezer lakosnál nagyobb önkormányzatoknál majd egyedileg döntik el, hogy melyik önkormányzat kap és melyik nem, az egy jogállamban teljesen megengedhetetlen. Hát egy jogállamban igen, de hát ami itt történik, abból egy csomó olyan van, ami egy agályos jogállamban nem nagyon képzelhető el. Hát ezzel arra is utaltam, hogy nem tartom jogállamnak azt, ami jelenleg Magyarországon van. És ez az esztendő, ami a vírus jegyében telt el, ez talán még szemmel láthatóbbá tette, hogy mennyire nem is hasonlít a jogállamra az, ami itt történik.
Szerintem egy jogállam működéshez az is hozzátartozik, hogy amennyire csak lehetséges, akármilyen bonyolult dolgokról is van szó, de átlátható legyen a jogalkotás is a közönség részére. Na most, hogyha péntek éjszaka semmilyen Zsolt két házi szarvasmarha kilövése között benyújt egy jogszabályt, amelyet akár mégis a parlament hétfőn vagy kedden elfogad, és egyébként ez a jogszabály 30 dologról szól tök össze-vissza, akkor hát az tényleg nehezen követhetővé teszi azt, hogy mi az előírás, ettől kezdve pedig a zavarosban lehet halászni azoknak, akik tudják, hogy mi a csali, amit fő kell tenni a horogra. Hát egyrészt ugye ez a fajta jogalkotás, ami ezek az éjszakai törvénytervezet és módosítás benyújtások, ezek önmagukban elképesztőek, hiszen azért van egy jogalkotási törvény, ami többek között azt is előírja, hogy a jogszabálynak, világosnak, egyértelműnek, mindenki számára érthetőnek kellene lennie. Na most én ezeket persze nem tudtam végignézni, mert akkor a jövő esztendőm is rámenne erre, de olyat találtam, ahol benyújtottak egy salátatörvényt, amelyik egyébként 40 másik jogszabályt módosított. Na most ez egy jogász számára is gyakorlatilag szinte követhetetlen, és nem beszélek arról, hogy akiknek szól a jogszabály, azok hát nem, egy kukkot nem érthetnek belőle. Hát igen, szóval követni se lehet olyan nagyon egyszerűen, nyilván persze bonyolult dolgokról is lehet szó, de az embernek azért az az érzése, és most nem csak az elmúlt néhány hónapban történtek alapján, hogy ez nem véletlen, tehát hogy ez ebben egy tudatosság van, hogy úgy meg van keverve a dolog, hogy egyrészt akik szavaznak róla, azok se tudják általában, hogy miről, mert nem is lehet tudni, másrészt hát azért ilyen, hogy bármit meg lehessen csinálni ennek örvén. Hát igen, azt mondom, hogy a jogalkotási törvény, amelynek gyakorlatilag ma már egyetlen paragrafusát sem tartja be az a Fidesz-féle parlament, amelyik a jogot alkotja, és hát az igazságügyminisztérium, amely a jogszabályokat előkészíti. Na most nekem tényleg valóban senki nem mondja azt, hogy az éjszaka benyújtott salátatörvény, amelyikben 40 jogszabály módosul, azt akár a parlamenti képviselők is tudják, vagy értik, hogy miről van szó. Abban egész biztos vagyok, hogy ők egy jó részük legalábbis nem érti. De nem is elvárás tőlük, hogy értsék, szerintem. Hát sajnos ez így igaz. Tehát tőlük az elvárás, hogy gondolkodás és értelem nélkül megszavazzák azt, amit eléjük raknak. Szóval a mondod jogállam Magyarország vagy sem, nyilván a nem jogállamnak az is a definíciója, ahol a jog a politika szolgáló leányává válik. Tehát a nyers és napi hatalmi érdekeket szolgálja ki. Igen, hát ez nyilvánvaló, és tehát az, hogy mondjam, hogy formálisan vannak olyan demokratikusnak látszó intézmények, tehát hogy van egy parlament, hogy vannak bíróságok, hogy van egy alkotmánybíróság. Tehát ezek formálisan úgy néznek ki, minthogyha egy jogállami működésről lenne szó, de hát messze nem erről van szó. Ezek a formai kritériumok, és hát ismerjük vagy látjuk a tartalmát, akár a parlament működésében, akár az alkotmánybíróság működésében. Hát ha csak annyit mondok, hogy ha jól összeszámoltam, akkor ebben az évben az Európai Bíróság 6 alkalommal ítélte már el Magyarországot. Volt olyan téma, amelyikben nem is először. Ez azért mond valamit, tehát ez a tartalmi részét, hogy ezek a különböző jogszabályok és különböző gyakorlatok nem felelnek meg az európai normáknak. Hát igen, szóval mi az európai norma? Európa egy részében talán nem felelnek meg az európai normáknak, szokásoknak, de van, ahol meg ez a szokás. Tehát ez az ukáz, tehát lehet, hogy jogszabály formát ölti, de hát az egy parancs, ami lefelé szól, addig, ameddig meg nem változtatjuk két nap múlva. Ez kétségtelen, de azért az európai normák, ezek, amire én most utaltam, ezek nem ilyen elvont elvárások,
hanem konkrét európai jogszabályok, amelyek ugye a magyar jognak is részei, és az európai jogszabályoknak egy jelentős része megelőzi, tehát fölött áll a magyar jognak, amit, tehát ezek konkrét olyan jogszabálysértések, amelyek nem egyeztethetők össze az európai, egyébként ránk is kötelező jogszabályokkal. Hát nyilván ez persze a legingoványosabb talaja a jogászi munkának, hogy jogszabályok lehetnek, hát nem is tudom, a szó köznapi értelmében mindenképpen jogtalanok, erkölcstelenek, igazságtalanok, azokkal mi van. Csak nem csak, mert nyilván van olyan, ami nem célszerű, jó, de hogy egy csomó jogszabály lehet tényleg abszolút jogtalanságot okozó és igazságtalan, hogy azokkal mi van. De hát csak egy példát hagy mondjak erre, ugyancsak ugye a pandémia alatt kellett megváltoztatni az anyakönyvről szóló rendelkezéseket, amelyik ugye többek között kimondja azt, hogy a transzneműek nem változtathatják meg a születési anyakönyvi kivonatukban megjelölt nemet. Na most ez konkrétan európai jogszabályba ütközik, ebben még nem volt határozat, vagy nem volt eljárás, de hogyha ez bárki az Európai Bíróság, vagy a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság elé viszi, ez kifejezetten sérti az európai jogot, ahol elvárják azt, hogyha egy transznemű megváltoztatja a születéskori nemét, akkor ezt az anyakönyvi kivonatában ennek megfelelően módosítani kell. Hát igen, persze az is kérdés, hogyha hozunk egy jogszabályt, hogy a lejtett tárgy fölfelé esik, az attól fölfelé fog-e esni? Hát valószínűleg nem. Igen, szóval ezek is olyan dolgok, hogy mondhatjuk azt, hogy valaki ilyen, de közben ha ő olyan, akkor attól ő olyan lesz, legfeljebb kicsit nehezíti a mindennapokat, hogy a jogszabály más van. Igen, tehát gyakorlatilag ez egy olyan szabály, ami az ilyen embereket egy életen át megszégyeníti. Tehát az, amikor valaki nemet vált, és a mondjuk nő lesz, és a születési anyakönyvi kivonatát nem lehet megváltoztatni, hogy őt Bélának hívják, akkor minden olyan alkalommal, amikor... Hogy nem csak a nemét nem lehet, hanem a nevét sem lehet. Az adatait, hát az adatait se lehet. Lehet, hogy névváltoztatást azt kérhet, de akkor is az lesz az eredeti irataiba, hogy ő férfi, hiába változtatta meg a nemét. Tehát egy életen át kíséri azt, hogy őróla mindenki, aki bármely igazolványát elkéri, aznak az óhatatlanul tudnia kell, hogy ő egy nemet változtatott ember, amihez senkinek semmi köze nincs egyébként. Nem tudom, nézte ebből a szempontból, hogy mennyi az ilyen ideológia vezérelte jogszabály. Tehát van, amit értünk gyakorlatias szempontból, akármilyen gonosz dolog is, de igen, az önkormányzatok tönkretétele, mert ott volt 2019. október, ha jól emlékszem, 13, amikor egy csomó városban elverték a Fideszt, és azért bosszút kell állni, ezt sajnos értjük. Tehát ennek van valami gyakorlatias része, de mennyi, mint például ez a nem változás. Csak egy ilyen ideológia, egy ilyen szélsőjobbos, handabandázó társaságnak az igényeit próbálják vele kielégíteni. Hát én azt gondolom, hogy ideológiai okokból vetettek véget az úgynevezett börtönbiznisznek is. Tehát az, amikor a rabok a méltatlan körülmények között, nem is méltatlan lenni, sokkal rosszabb a helyzet, tehát megalázó körülmények között élnek, és ezért egyébként a Fidesz által meghozott jogszabály szerint kártérítést kérhetnek. Ezt úgy módosították, hogy amíg a büntetését tölti, nem is juthat hozzá ehhez a pénzhez. Ő sem adott esetben még akár a családja sem. A másik része pedig, ami kifejezetten az ügyvédek ellen irányul, hogy nem lehet eddig ügyvédi letétbe kellett ezt a pénzt tenni, és természetesen akkor is a sértettet elégítették ki belőle, a tartozásokat kellett kifizetni belőle. Most viszont
a kifejezetten az ügyvédek ellen szól az, hogy nem lehet ügyvédi letétbe ez a pénz. De az ügyvédi letétet nem az ügyvéd kezeli, tehát abból nem vehet magának vacsorát, és nem tudom micsodát, nem? Tehát az letét. Hát ha megteszi, akkor bűncselekményt követel. Bűncselekményt követel. Tehát nyilvánvaló, hogy az ügyvédi letét az egy olyan pénz, amihez az ügyvéd maga nem nyúlhat hozzá, csak törvényes módon, tehát ha mondjuk valami tartozást kell abból kifizetni, ami jogszerű. De saját hasznára nyilván nem fordíthatja. Köszönöm szépen Sándor Zsuzsa doktornak, volt bírónak, hogy segített ebben a dologban eligazodni. Vigyázza magára, viszonthallásra. Viszonthallásra.